Szervusztok, nagy szeretettel köszöntelek benneteket. Engem Aldel Benedeknek hívnak, és Csongan Szunim tanítványaként vagyok most itt részben, részben pedig Márti párja is vagyok, így mellékesen. És nekem jutott az a szerep, hogy Szunim Dharma beszédje előtt egy rövid bevezetőt tartsak nektek. Délelőtt, nem messze innen, Tiszakécsként tartottam egy mozgásmeditációs workshopot, és miközben gyakoroltunk, ez egy vízi mozgásmeditáció, vízben végezzük, és tulajdonképpen mondhatjuk azt is, hogy egy gyógyító folyamat, vagy egy nagyon jó gyakorlat a testnek a karbantartására, kicsit hasonlóan, mint például a jóga. És miközben ezt végeztük, ezt a gyakorlatot, azon gondolkoztam, hogy miért is csináljuk mindezt. Minek vagyok én itt, minek tanítom ezt, minek foglalkozunk, ők miért csinálják. És aztán továbbment ez a gondolatmenet, hogy eljártok ide jogázni, és miért jártok el valójában ide jogázni, és mi az oka, miért szeretjük ezt a jogát. És aztán továbbment a gondolat az ülőmeditációra, vagy zen gyakorlatra is pontosan, hogy most minek ülünk le, és mi a fenének meditálunk tulajdonképpen. De tényleg. És hát rengeteg választ tudtam hozni. Jöttek sorba, hogy jobban van a testünk, és hogy lenyugodottabb az elménk, és jöttek sorba, hogy egészségesebbek leszünk, stb. Jöttek sorba ezek a válaszok, de közben mindig valahogy felmerült bennem egy újabb kérdés, egy sokkal mélyebbről feltörő kérdés. És ez a kérdés az volt, hogy ki az, aki ezt fölteszi? Ki az, aki fölteszi azt a kérdést, hogy miért vagyok itt? Miért vagytok most itt? Miért vagyok én most itt? Ez ki az, aki ezt megkérdezi? Ki az, aki kimondja, hogy engem úgy hívnak, hogy Aldel Benedek? És miközben ezen gondolkoztam, és még tovább gondolkoztam, egyszer csak oda jutottam el, hogy erre a kérdésre gondolati úton úgy tűnik, hogy nem tudok választ adni. Hogy hiába gondolkozom róla, a gondolataim által nem jutok el ahhoz a minőséghez, aki valójában azt a gondolatot úgymond elindítja, aztán megállítja. Mondhatnám azt is, hogy felmerült bennem az a kérdés, hogy az a létező, aki, amikor éppen nem gondolok semmit, akkor is van. Amikor egy gondolat véget ért, és még egy következő nem kezdődött el, akkor is van. És ezen keresztül azt gondolom, hogy elérkezhetünk oda, ami ennek az estének a címe, hogy jóga és meditáció, hogy hogyan is jöhet létre ennek a két tevékenységnek itt egy térben és időben a házassága, hogy miként is közelíthetjük meg azt, hogy a jóga is meditáció, és a meditáció is jóga. Ugyanis ez a fajta minőség, amiről én most beszéltem itt nektek az imént, az úgy tűnik, hogy csak bizonyos tapasztaláson keresztül érhető el. Nem lehet gondolati úton, nem lehet filozófiát szőni hozzá, sőt, minél több filozófiát szövök hozzá, annál nagyobb lesz az a háló rengeteg, ami körém tekeredik a különböző okfejtéseken keresztül. Leginkább csak tapasztalati úton tudok eljutni ehhez a minőségemhez. De miért lehet fontos egyáltalán az, hogy ezt a minőséget én megtapasztaljam? Mit gondoltok? Amikor a lélek úgymond összekapcsolódik a fizikai síkkal, ezt a pillanatot a nyugati misztikában úgy hívják, hogy az eredendő bűn pillanata. Ez az a pillanat, amikor az anyag és a lélek, ha úgy tetszik, összeütközik, és létrejön az élet. Kicsit hamis a fordítás, hogy eredendő bűn, talán lehet, hogy szerencsésebb lenne úgy nevezni, hogy az eredendő pillanat, ahonnan én belépek az ok és okozat folyamatába.
onnantól kezdve cselekszem, és velem megcselekszenek dolgokat, és minden dolog, amit teszek, annak következményei vannak. Ezek a következmények, ezek mint tapasztalat leszűrődnek bennem, és ezeken a tapasztalatokon keresztül tulajdonképpen kialakítom azt a képet a világról, amilyennek én látom a világot. De ez mindenkinél teljesen egyedi, mindenkinél teljesen az ő élettörténetéhez képest más és más, és azt is el kell mondjam, hogy mindenkinél illúzió. Valójában a lélek akkor, abban a pillanatban, amikor összekapcsolódik a Földdel, vagy az anyagi síkkal, és létrejön az élet, tulajdonképpen ezzel párhuzamosan létrehoz egy testet, létrehozza az érzékszerveket, létrehozza az értelmet, az elmét, ennek következtében létrejönnek az érzelmek és a gondolatok, és mindez, amit most elmondtam, mindezzel tulajdonképpen a létezésünk során azonosítjuk saját magunkat. Ez az azonosulás, amely a tapasztalatokon keresztül formálódik valamilyenné, például, ha egy érzelemről beszélek, lehet, hogy aggódássá, lehet, hogy dühé, lehet, hogy jó kedvé, vagy lehet, hogy tartózkodássá, de mégis valamivel formálódik. Ez oly mértékben tartalmazza, oly mértékben hozza létre az élettel való azonosságunkat, hogy teljesen azt tudjuk feltételezni róla, hogy mindezzel abszolút azonosak vagyunk. És ez valahol így is van, és valahol meg mégsem. És ahhoz, hogy ezt az önazonosságot, ezt helyre rakjuk, azt, hogy azokat a érzelmeket, azokat a gondolatokat, azokat a minőségeket, amiket az életünk során, mint tapasztalat összegyűjtöttünk, és rávetítünk nap, mint nap a világra, rávetítünk nap, mint nap a dolgainkra, azokra a kapcsolatokra, amiben benne vagyunk, mindenre, mint egy prekoncepciót, hogy ennek meglássuk a valódi mi voltát, hogy ezt megvássuk ténylegesen, hogy az objektíven hogyan és miként néz ki, hogy azt lássuk, ami ténylegesen van. Na, ahhoz kell az a bizonyos minőség, ami a meditáción keresztül tapasztalható meg. Ugyanis az az a minőség, ami nem azonos semmivel, de mégis azonos én velem, az az a minőség, ami, ha úgy tetszik, a lényünknek talán kimondható az, hogy a halhatatlan része, a mindentől rárakódásoktól mentes része, amit a nyugati pszichológiában úgy hívnak, hogy az önvaló állapota, vagy esetleg más kultúrkörben úgy hívnak, hogy az átma nézőpontja, vagy a tiszta tükörszerű tudat. És amikor itt énekeltetek, akkor valójában ez a gyakorlat, maga az éneklés gyakorlata is, ennek a tudatállapotnak a megszületését célozza meg. Csongan Szunim azt mondta, hogy ne gondolkozz, csak énekelj. Ne gondolkozz, csak meditálj. Ne gondolkozz, csak jógázz. Köszönöm szépen a figyelmeteket!